Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Rinkréka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nehéz helyzetben az autós iskolák. Szeptembertől fizeti a kormány a diákok jogosítvány szerzését. Farsangi népszokások. Bálok, mulatságok jellemzik ezt az időszakot. Évnyitó Dombóváron. 2024-et követte a városvezetés. Ételosztás. A szekszárdi Garai téren főztek a lovagok. A tervek alapján hamarosan fizeti a kormány a diákok jogosítvány szerzését, a részleteken azonban még dolgoznak. Egy autós iskola tulajdonosától megtudtuk, hogy jelentős létszámcsökkenés következett be a rendeletnek köszönhetően, azonban a részletszabályok egyelőre ködösek. A 2024-2025-ös tanévtől válhat ingyenessé a középiskolások és szakképző intézményekben tanulók számára a B-kategóriás jogosítvány megszerzése. A nappali tagozatban tanuló diákokra 20 éves korig biztosítja a kormány az elméleti tanfolyamdíját és a B-kategóriás tanfolyamnak a 29 óráját. Ez jelenleg azt jelenti, hogy az autós iskolákban ez a korosztály teljesen eltűnt. Mindenki várja azt, hogy mikortól fog ez megjelenni, és mi lesz ennek a következménye. A támogatás igénybevételének formája, módja kialakítás alatt áll az érintett tárcák részéről, ami nehéz helyzetet teremt az autós iskolák és a jogosítványra várók között. Ez a 2024-25-ös tanév az azt jelenti, hogy nem biztos szeptembertől, lehet, hogy márciustól, lehet, hogy januártól, ebbe a tanévben nem tudjuk azt, hogy előfinanszírozott lesz, utófinanszírozott lesz, mint az elmélet. Az elméletnél most per pillanatnyilag 25 ezer forintot áll a kormány az elméleti tanfolyamnak a díjából. Az elméleti tanfolyamok 40-45-50 ezer forintos összegben vannak az autós iskoláknál, tehát ebből áll 25-öt. Annyit tudunk, hogy ebből a gyakorlati részből 29 órát fog állni, aztán abból mennyi lesz, milyen összegbe állja, milyen összegbe biztosítja, semmit nem tudunk. Az eddigi szabályok alapján a 20 év alattiak jogosítvány szerzéséhez utólag lehetett 25 ezer forint költségtérítést igényelni az államkincstáron keresztül. Ebben a 2018 nyarán életbe lépett állami támogatási programban a kormány eddig már több mint 4 milliárd forint támogatást adott, mintegy 163 ezer kérelmezőnek. A farsangi időszak vízkeresztnapjától, január 6-tól hamvazó szerdáig, a húsvét előtti 40 napos böltig tart. Ez minden évben szabad periódusnak számít a polgári és a világi naptár szerint. Története évszázadokra nyúlik vissza. Mivel nem a vallási szokások határozzák meg a farsang idejét, ezért főként a néphagyományok dominálnak ebben a ciklusban. A jelenséghez kapcsolódó népszokások a 13. századtól kezdődően már folyamatosan fellelhetőek, mondta el Fuchs Márta, néprajzkutató. Magyarországon egy kicsit későbbiek az adatok, biztos, hogy volt a korábbi időszakban is farsang, de amiről konkrétan leírásaink vannak, az a 15. századból Mátyás udvarából származó nagy reneszánsz farsangok. Ezért is lehetséges az, vagy ezért is adódott az, hogy a Magyarországon a főúri farsangok, illetve az udvari farsang, az egy kifejezetten egy reneszánsz jellegű, nagyon gazdag, előkelő bálokat, mulatságokat jelentett. A polgári és paraszti farsangolás szokása német hagyományokból alakult ki. Az időszak egyik legjellemzőbb tulajdonsága az étkezés bősége. Erre azért volt szükség, ez mint egy átviteli mágia működött. Tehát úgy gondolták az a korabeli emberek, hogy azzal a bőséggel, amit megesznek a farsangi időszakba, az egész éves termésüknek, állatállományuknak a bőségét tudják elősegíteni és biztosítani. A néprajzkutató elmondta, az ünnep egyfajta szelep volt a társadalom számára. Régen ilyenkor sokszor a szegények gazdagoknak öltöztek, a társadalmi igazságtalanságokat színdarab formájában bosszulták meg. Azért az nem volt titok, hogy ezek az elszabadult indulatok, ez a felfordított világ, amikor mindent úgymond egy kicsit szabad volt tenni, durvább csínyeket meg lehetett tenni, több mindent megbocsátottak az elkövetőknek, de gyakorlatilag, hogy azért ezek szélsőséges méreteket is tudtak ölteni, és nagyon sokszor akár tömegverekedésekbe is torkoltak. A ciklus csúcspontja a karnevál, magyar nevén a farsang farka. Ebben a háromnapos időszakban tartják a mohácsi busójárást. Most rövid híreink következnek.
Emberek százait verhette át az a 26 éves, csarodai férfi, akit a szexádi nyomozók vettek őrizetbe a napokban a Matrix projekt keretében. Egy tollai férfi kérte a rendőrök segítségét még tavaly, mert csalás áldozata lett. A sértett egy internetes adok-veszek oldalon akart játékkonzolt vásárolni. A vevő átutalta az eladónak a kialkudott összeget, a terméket azonban nem kapta meg. Az eset nem volt egyedi, az egyenruhások kiderítették, hogy a csaló másokat is megkárosított ezzel a módszerrel. A csarodai férfit őrizetbe vették és letartóztatták. A havazás miatt téli és útviszonyok fogadják az autósokat az ország több részén. Az Útinform tájékoztatása szerint a szél miatt előfordulhatnak hóátfúvások, amik sokat rontanak a látási körülményeken. A havazással érintett területeken az autópályák és a főutak burkolata többnyire vizes vagy sónedves. Sok a megcsúszásos baleset, ezért arra kérik az autósokat, hogy a télies körülményeknek megfelelően lassabban, óvatosabban vezessenek és kerüljék a felesleges előzéseket. Matokné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Egyesület korábbi művészeti vezetője több évtizeden keresztül dolgozott együtt Folté Jolánnal, akihez szoros barátság is fűzte. A Kossuth díjas koreográfusnak, a Nemzeti Művésznek nyílt emlékkiállítása Táncra ítélem magam címmel. A Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében Eifert János, Kádár Kata, Kis Ferenc, Kornis Péter és Rácz Gabriela által készített fotóin látható a művésznő munka, illetve privát környezetben. A kiállítást Berlinger Attila, az intézmény vezetője nyitotta meg, az ünnepségen Folté Jolán férje és lánya is részt vett. 1988-tól táncolja az Egyesület a számait egészen 2017-ig. 9 koreográfiát, ami egy ilyen kis táncszínházi művek készített nekünk, és mellette 3 koreográfiáját pedig átadott, amit a Bihari Együttesnek készített, de nekünk is betanította. Tehát gyakorlatilag több generáción át, tehát 30 éven keresztül több generáción át ismertette meg a művészetét. A szoros együttműködés és a jó kapcsolat fenntartása 2024-ben is elengedhetetlen Dombóváron. Az egyházak és felekezetek, valamint az általuk fenntartott oktatási és köznevelési, illetve szociális intézmények vezetőivel nyitotta meg hivatalosan is a 2024-es esztendőt Pintér Szilárd, a település polgármestere. A már hagyományosnak mondható esemény kiváló alkalom a vezetők és fenntartók találkozására, a tapasztalatok és a jövő építésével kapcsolatos tervek megosztására. A rendezvényen köszöntött mondott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáit felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd polgármester, valamint Kerényi Zsolt alpolgármester. Tavaly indult ez a kezdeményezés, hogy a város területén lévő egyházi fenntartású intézmények vezetői jöjjenek össze egy viszonylag kötetlen beszélgetésre egy munkaevét keretében, és nagyon jól sikerült az előzőben, ezért most ismét megrendezésre került. Rácz József elmondta, hogy a meghívás közös ünneplés a megbecsülést jelképezi. Városban szolgálatot végző Margaréta Református óvoda fenntartójának képviseletében vagyok itt, hiszen az egyházmegye elnöksége gyakorolja a fenntartói jogokat e felett, az intézmény felett. Azt gondolom, hogy egy olyan találkozón vagy közösségi alkalmon lehetek itt, amit nagyon fontosnak és jónak tartok. Díszvendégként érkezett Potápi Árpád János, és a közös összefogás erejéről beszélt. Egy hagyomány már az itt Dombóváron, hogy a polgármester fogadja az egyházi vezetőket, illetve az egyházi intézmények vezetőit és a képviselő testület meghívott tagjait, annak érdekében, hogy egyrészt az előző évről tapasztalatokat meg tudják beszélni, másrészt pedig az új esztendőnek a fontosabb dolgait megvitassák, és egyáltalán azt a folyamatot, amit itt elindítottak Dombóváron, azt hogyan tudják továbbvinni. Az évnyitó jól sikerült, közös ebéddel, majd pezsgős kocintással zárult. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Tavaly is rekordközeli szinten zárt a használt autópiac.
Az előzetes adatok szerint közel 821 ezer ilyen személygépkocsi cserélt gazdát 2023-ban, ez alig 0,5%-kal marad el a 2022-es rekordtól. Az egyik online kereskedelmi szolgáltató szerint ebben két tényező játszott szerepet. Rövidebb távon a romló jövedelmi viszonyok terelték a vásárlók egy részét az újtól a használt autók felé, hosszabb távon pedig a hazai személygépkocsi park folyamatos, dinamikus növekedése önmagában is élénkíti a piacot. Míg egy évtizede a forgalomban lévő kocsik száma alig 3 millió volt, addig 2023 végére már közelítette a 4,2 milliót is. Több mint 1300 ellenőrzést végeztek az élelmiszerlánc felügyelők a téli szezonális ellenőrzés sorozat alkalmával decemberben, összegezte közleményében az Agrárminisztérium. A szakemberek 8 alkalommal bocsátottak ki figyelmeztetést, további 78 esetben bírságot szabtak ki. Leggyakrabban higiéniai problémákat tapasztaltak, ugyanakkor általánosan elmondható, hogy kismértékben, de minden területen csökkent a feltárt hiányosságok gyakorisága. Összesen 214 élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból, jellemzően a fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési idő lejárta miatt. A Szentgyörgy lovagrend tagjai jótékonysági ételosztást szerveztek immáron 5. alkalommal Szekszárdon. A megjelenteket vadgulyással várták. Ebben 4. Akkor legyen 4, jó van. Nem csak karácsonykor időszerű karitatív kezdeményezést szervezni. A Szekszárdon 9 taggal rendelkező lovagrend emiatt minden év januárjában meleg ételosztással járul hozzá ahhoz, hogy az ünnepi időszak után se felejtsék el az emberek az ilyen jellegű akciók fontosságát. Évek óta ez egyik akciónk, amit szoktunk végrehajtani, ez a főzés, ez a jótékonysági főzésre rászorulók részére. Nem advent időszakában akarjuk ezt, nem karácsonykor, akkor mindenkiben kicsit nagyobb a szeretet és többet szeretne adni. Ilyenkor ez valahogy ellaposodik, és mi ezt szeretnénk egy picit szintre hozni. Minden évben valami különleges ételt készítünk, és várjuk azokat, akik ennének egy jót, akinek egy pár jó szóra van szüksége, illetve azokat az egyesületeket, akiknek a rászorulóinak ezzel tudunk segíteni. Az ételosztás mellett a lovagrend számos egyéb jótékonysági akciót szervez, adománygyűjtésekkel, segélyszállítmányokkal segítik az erre rászorulókat. Az ételosztáshoz több egyesület is csatlakozott az évek során, például a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének Tolna megyei szervezete, és a Mikes utcában lakó nyugdíjasok is. A Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely idén 36 adagot biztosít azok számára, akiknek szükségük van a segítségre. A Szentgyörgy lovagrend a megmaradt adagokat eljuttatja a hajléktalan szállóra. Mi elvisszük ezt az összekészített ételadományt, és a Mentálhigiénés Műhely nyugdíjas tagozatának a vezetője, Zsuzsa mama fogja eljuttatni azoknak a rászorulóknak, akik eljönni sem tudtak volna, mozgáskorlátozottak vagy annyira idősek. Az eddigi évekhez hasonlóan a szervezet jövő januárra is tervezi megtartani karitatív programját. Regionális híreink következnek. Társasjáték egyetemi és céges összefogásban. A matematikai oktatás segítik a fejlesztő eszközök. Játékos siófok. Mobil alkalmazás hozza össze a társaságokat. Cigit kértek, majd ütöttek a vádlottak. Súlyos testi sértésért kell felelniük a szigetvári férfiaknak. Közösen adott ki társasjátékot a Pécsi Multi cég és a Város Egyeteme. A matematikai oktatást, a logikai képesség fejlesztését erősítik az eszközök. Az egyetem díszdoktorának fejlesztő játékai alapjai lehetnek annak a természettudományos oktatásnak, ami a mérnök képzés alapjait jelenti. Ezért vállalkozott a játékos együttműködésre a gazdasági társaság. Kijut a várba, erdők játéka. Ezeket a címeket viselik azok a társasjátékok, amelyeket egy Pécsen működő termelővállalat és a helyi egyetem közösen adott ki. A Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar, vagyis a KPVK volt a multicég partnere az oktatás segítő játék megjelenésében. A KPVK-ban találtunk egy olyan partnert, akiken keresztül a matematika oktatást tudjuk támogatni. Mert a matematika oktatás, főleg általános iskolai szinten azt gondoljuk, hogy a struktúrált gondolkodás, a mérnöki tudományok megalapozásának az egyik nagyon fontos állomása, amire nekünk a jövőben nagyon nagy szükségünk van. A körbe 30 éve ténykedik egyébként itt ebben a régióban, Pécs városában, folyamatosan fejlődve, állandóan keresve
a jó képességű mérnököket, úgyhogy nekünk elemi érdekünk, hogy ebben a régiben jó képességű mérnököket találjunk, akár az egyetemen keresztül. Ezek a társasjátékok erősítik azokat a pedagógiai törekvéseket, amelyek a hatékonyabb oktatáshoz kell, mondja az együttműködő karvezetője. Különösképpen neuralgikus pont a matematika oktatás, vagy a logikai gondolkodás megerősítése. Ezért is tartjuk fontosnak, már-már talán küldetésnek is, hogy megjelenjünk ezekkel az általunk kitalált, megtervezett, tudományosan megalapozott játékokkal a közoktatásban. Elindult jó pár éve egy program, Dienes Zoltán, világhírű pedagógus nyomdokain haladva, aminek lényege az, hogy olyan játékokat gyártunk, amely játékokkal a gyermekek könnyebben, eredményesebben sajátíthatják el a matematikai és logikai gondolkodás alapjait. A DNS örökség továbbvitele az egyetemet fenntartó alapítvány egyik feladata. Ezért csatlakoztak örömmel a kezdeményezéshez, mondta Szili Katalin kurátor. Ezért is készített az egyetemünk 5 olyan játékot, ami tulajdonképpen felnőtteknek is való, tehát mondhatnánk azt, hogy 0-tól 99 évesig, hiszen ez segíti a logikai gondolkodást, segíti egyáltalán azt is, ebbe azt kell, hogy mondjam, hogy akár az időskorúaknak is ez egy fontos a mai világunkban, amikor rengeteg a demenciával, Alzheimerrel küzdő honfitársunk, és hát ez a világban is remélem, hogy sok helyen érdeklődésre fog számot tartani. Van benne több olyan játék, amelyik alapvetően szolgálja a fenntartható fejlődés, de van olyan, ami kifejezetten matematikai vagy történelmi jellegű. Napjainkban pedig olyan logikai játék létrehozásán dolgoznak, amely a Kárpát-medencében élő magyarságot, a diaszpórában élőket hozhatja közelebb, így erősítve a magyarságtudatot, mondta Szili Katalin. Az együttműködés pedig egy gazdálkodó céggel a Dél-Dunántúl fejlődési lehetőségét erősíti a kurátor szerint. Több állomásos játékkal várják a siófokiakat és a településre érkezőket. A logika mellett lexikális tudásra is szükség van ahhoz, hogy a feladatokat teljesíteni tudják a csapatok. Fiatalok, idősebbek, gyerekek és családok számára is remek kikapcsolódási lehetőség a játék, amelyre bárki regisztrálhat. Emellett az sem utolsó szempont, hogy jobban megismerhetik a Balaton fővárosát. A játék alapötlete 4 évvel ezelőtt fogalmazódott meg egy család fejében. Fodor Nagy Gabriella és férje dolgozta ki, és jelenleg 3 magyar városban, köztük 2 somogyi településen, Kaposváron és Siófokon elérhető. Azért hoztuk létre, hogy a családok, baráti társaságok ki tudjanak szakadni a mindennapi stresszből, jól érezzék magukat, picit felszabaduljanak, és esetlegesen azért, hogy új ismereteket is kapjanak, mert a feladatok ezeket is tudnak nyújtani. A szabadtéri játék szinte minden generációnak élvezetes és tartalmas kikapcsolódást nyújthat. Talán a családok nagyobb gyerkőcökkel, illetve baráti társaságok, középiskolások, osztályok veszik igénybe, illetve csapatépítés is volt már ebből, a csapatépítő programként is választották ezt. És úgy tapasztaljuk, hogy nagyon szeretik és jól érzik magukat közben, hiszen tényleg el tudnak merülni akár a fantázia világába, akár egy olyan, mondjuk egy festmény megtalálásába, amit nyújt a feladat. Kalandországba az év bármely időszakában ellátogathatunk, a játék árát megvásárolva és a regisztrációt követően. A 2 ünnep közötti időszakban sokan éltek a szabadtéri játék lehetőségével. Télen is kimozdulnak, 2 ünnepkös, sőt karácsonykor is volt játékosunk, úgyhogy úgy tapasztaljuk, hogy ha már az emberek unják esetleg a karácsonyi étkezést, akkor kimennek kimozdulni, és szívesen választanak egy ilyen programot kikapcsolódásként. Kalandország hamarosan újabb városokkal és megoldandó fejtörőkkel, rejtvényekkel bővül. Jelenleg Siófokon, Kaposváron és Budapesten 2 helyszínen elérhető. Tavasszal a tervek szerint már Keszthelyen is kalandozhatnak az érdeklődők. Vádat emelt a szigetvári ügyészség 2 férfi ellen, akik súlyos, 8 napon túli sérüléseket okoztak ismerősüknek. Az áldozat arccsontja több helyen eltört, miután megütötték, megrugdosták. Cigi kéréssel indult az eseménysor, majd brutális bántalmazással zárult. Megérkeznek a vádlottak a sértett házához, majd a kerítéshez mennek. Ez látszik az ügyészségtől kapott biztonsági kamerás felvételen.
Beszélgetni kezdtek az udvaron tartózkodó férfival, a sértett ismerősével. Hamarosan a sértett is odalépett hozzájuk, tőle a két vádlott férfi cigarettát kért. A sértett kilépett a kertkapun, hogy átnyújtsa a cigarettát a vádlottaknak. Ekkor a fiatalabb vádlott ököllel többször arcon ütötte a sértettet, aki az ütésektől földre esett. A földön fekvő férfit tovább bántalmazta a két vádlott, őt többször fejbe rúgták. Ezután gépkocsival elsiettek a helyszínről. A sértett a vádlottak bántalmazásától súlyos, 8 napon túl gyógyuló arccsonttöréseket szenvedett. Ez az első ütés a teljes bántalmazásról, nem kaptunk videót. A nyomozás során a vádlottaktól kérdezték, hogy miért fajult tetlegességig a látogatás. A bántalmazás ott a helyszínen teljesen hirtelen, és a sértett, illetve az ott tartózkodó ismerőse számára is váratlan volt. A vádlottak nyomozás során tett nyilatkozata szerint a sértettel korábban volt egy vitája a fiatalabb vádlottnak, és úgy ítélte meg, hogy a sértett szemtelenül viselkedett, ezt próbálta meg, ezt szerette volna vele tisztázni, de a helyszínen is arra következtetésre jutott, hogy a sértett szemtelenül viselkedik, és tulajdonképpen ez váltotta ki az ingerültségét, és ezért bántalmazták a sértettet. Ez volt a vádlottaknak a nyilatkozata. A nyomozás adatai szerint a 40 éves áldozat a fiatalabb 21 éves vádlottnak dolgozott korábban az állattenyésztésben. Az ügyben most vádat emelt az illetékes ügyészség. A szigetvári járási ügyészség súlyos testi sértés büntettével vádolja a két férfit. Vádiratában azt indítványozta, hogy a szigetvári járásbíróság büntetővégzést hozzon, és a két vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki. A súlyos testi sértésért 3 év szabható ki, azonban ebben az esetben súlyosbító körülmény, hogy ketten követték el a bántalmazást. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Nehéz helyzetben az autós iskolák. Szeptembertől fizeti a kormány a diákok jogosítványszerzését. Farsangi népszokások, bálok, mulatságok jellemzik ezt az időszakot. Évnyitó Dombóváron. 2024-et követte a városvezetés. Ételosztás. A szekszárdi Garai téren főztek a lovagok. Szombaton front mögötti tiszta, túlnyomóan derült idő lesz, csapadék nélkül. Nyugaton kissé élénk, a középső ország részben gyenge északi légmozgás valószínű. Éjszaka ismét erősebb fajra van kilátás. Vasárnap is még döntően napsütéses idő várható, délutántól fátyol felhősödéssel. A hajnali erősebb fajról kevéssé fagypont fölé enyhül a levegő. Hétfőre a fagyos hajnalt követően meleg front érkezése körvonalazódik. Estig nem valószínű csapadék. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!